Önök a Dunaföldvár Televízió augusztus 20-ai műsorát látják. Jó estét kívánok! Mai adásunkban öt témát érintünk, röviden a következőket. A dunaföldvári polgárőrök aktív részvételével szervezték meg a megyei polgárőrnapot. Ahogy úgy többé-kevésbé átláttam a helyzetet, azt gondolom, hogy az ott 1100 ember szerintem maximálisan jól érezte magát. Tőlünk elvárható mértékben olyan programokat vittünk a polgárőrnapra, amiért érdemes volt a polgárőröknek odajönni, illetve lekötöttük a figyelmüket, magyarul egy jó szórakozásos nap volt. A német testvérvárosunkkal való gazdasági kapcsolat bővítését igyekszik előmozdítani Dunaföldvár városvezetésre. Kettő darab gyakornoki helyet kaptunk 3-3 hétre, két verkelyszerű cégnél. Én azt gondolom, hogy ez a következő években ezt megpróbáljuk majd szélesíteni. Ez egyrészt ugye az a baj, hogy az egyik cég az ragasztóanyagokkal és csomagolóanyagokkal foglalkozik, a másik cég pedig kint a verkelyszerű orgonaépítő cég, aki fogadna gyakornokokat. Az idei esztendőben immár harmadik alkalommal telepítettek halat a Kisdunába a földvári sporthorgászok. Elsősorban a főhorgászhal az a ponty, a mai nap 10 mázsát telepítettünk belőle. Ebből az idei évben már két ilyen telepítés megtörtént. Volt némi kis vita a horgászok körében, hiszen azért nyáron is telepítünk, ami a korábbi években nem volt megfigyelhető, és sajnos az idei évben az elhúzódó tél miatt nem tudtak nagyon megnőni a halak. Viszonylag kisebb halakat telepítettünk, amiből nem mindegyik volt meg a kifogható méret, és ezen néhányan egy kicsit problémáztak. Augusztus 18-án csíkszeredai rockegyüttes láthat vendégül városunk. Csíksom jó lábaitól, Csíkszeredából jöttünk. Hát egy kicsit nehéz behatárolni a zenénket, hiszen az égvilágon mindent játszunk, ami az igényes zenéhez tartozik. A reneszánsz zenétől egészen a kodai elvekre alapuló gyerekműsorig óvodásoknak, de játszunk progresszív rockzenét, meg versfeldolgozásokat, Adi József Attila műsorunk van, ami... Hát egy külön kategória, vagy nem is tudom, kategorizálható, hiszen a jazztől a világzenéig minden megtalálható ebben. Csányi Gergő személyében ifjú dunaföldvári világbajnokot köszönhetünk. Válogató versenyeken vettünk részt, O-Trigger válogatón és sárkányhajó válogatón, és a világbajnokság előtt két héttel pedig edzőtáborozni voltunk Győrben, egy ötnapos edzőtáboron, ahol jól összeszokott a csapatunk. Az idei esztendőben pincéhely adott otthont a polgárőrök megyei találkozójának. Három nehéz, illetve kemény nap áll a szervezők mögött, illetve egy nap a vendégek mögött, lehetőleg gondtalan nap. A megyei polgárőrnap szombaton lezajlott, a megyei vezetővel beszélgetek. Melyik csoportba tartozik a három nap szervező, kemény, vagy az egy nap gondtalan? Előtte azért ideges az ember, hogy minden jól sikerüljön, napján azért ideges, hogy mindenki érezze jól magát, harmadik nap azért vagyok ideges, hogy mindent időben rendesen hazapakoljunk, és egy tiszta területet hagyjunk magunk mögött. Úgyhogy ez a három nap mindenképpen kemény volt nekünk. Egy egyszerű általános kérdés, hogy sikerült? Részben nem tudom. Mert még egyszer mondom, kislányos zavaromban ideges voltam, és ott csörögtem, forogtam, de ahogy úgy többé-kevésbé átláttam a helyzetet, azt gondolom, hogy az ott 1100 ember szerintem maximálisan jól érezte magát. Tőlünk elvárható mértékben olyan programokat vittünk a polgárőrnapra, amiért érdemes volt a polgárőröknek odajönni, illetve lekötöttük a figyelmüket, magyarul egy jó szórakozásos nap volt. A színhely pincehely, miért pont pincehely? Az igazság az, hogy egyszer nagyobb település, egyszer kisebb település. Most Bonyhád és Pincehely jelentkezett be, de miután egy kis településre Baros-Hor, és elmentem területet megnézni, hogy néz ki, szerintem egy nagyon csodálatos, nagyon jó helyen lévő, főút mellett lévő, három futballpálya nagyságú lehetőséget kaptunk, amiben maximálisan a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal önkormányzat segített azt rendbetenni, illetve megcsinálni. Tehát ennél jobbat per pillanat nem találtunk, sőt, ez egy kimondás.
kimagasló jó hely volt. Elhangzott, hogy több mint 1000 ember, ez mind polgárőr, illetve családja? 960 regisztrált polgárőrtársunk volt ott, és hozzátartozójuk. Ebben sok gyerek és természetesen kedves feleség hozzátartozó. Egy polgárőrnapnak mi az esszenciája, miről szól, miről szólnak ilyenkor a polgárőrök? Én azt gondolom, hogy először is a megyei elnöknek, illetve az Országos Polgári Szövetség vezetőjének, megyei vezetőknek most az idejében ki kellett állni azért is, de talán ez a legfontosabb a pódiumra, hogy megköszönjük a polgárőröknek a munkáját. A polgárőrségről szóló törvénynek megfelelően alapszabályt kellett módosítani minden tagegyesületnél, új igazolványokat kellett lecserélnünk, az mi még folyamatban is van, illetve ugye tavasszal volt a hóhelyzet, és szerintem minden településen, ahol van polgárőrség, aktívan részt vettek, sőt, ők voltak a hadrafoghatók, illetve ugye aztán lett a zárvíz. Na most a zárvíz itt a megyénket is érintette, de az északkebbi területről Érekszentse, Bonyhád, a bonyhádiak mentek le Bátaszékre, mert önállók hála Istennek nem volt, az érekszentseiek pedig mentek a Dunakanyarba, és Tolna megye nagyon sok embert ki tudott állítani azért, hogy más vagyona, más értéke megmaradjon, és ez önzetlenül tették, sőt, mondhatni azt, hogy szívesen és lelkesen, és ezt kellett nekünk ott, ezeket a munkákat megköszönni. A megyei polgárőrség vezetője Dunaföldvári, ez azt jelenti, hogy a dunaföldvári polgárőröknek plusz munkát jelent? Hát általában úgy szokott lenni, hogy Dunaföldváron, illetve a megyének itt van a székhelye. Többek között a Dunaföldvári Polgárőrség, a Megyei Szövetség vagyona is itt van elhelyezve. Magyarul az összes sátrat, asztalt, nagy kondért mi vittük. Természetesen ehhez apparátus kellett, szállítóeszközök, és a földvári polgárőrök, illetve a kedves barátaink, mert nem mindenki volt polgárőr, inkább mondhatom, hogy szimpatizáns és barát, azok önzetlen munkájával segítségével tudtunk egy nagyon színvonalas polgárőrnapot megrendezni. Programok tekintetében mi volt a legütősebb rész? Szerintem először is a színpad, helyi mazsorett egyesület megnyitásával, kis nemzeti színű léggömbök elengedésével, a Bács megyei büntetésvégrehajtó intézettől jöttek át egy kutyás bemutatót tartani, ami egy 3/4 órás volt, de állítom, hogy rengeteg érdeklődő, sőt, hát alig lehetett látni kívülről, hanem a fákról, hogy mi zajlik ott benne, mert annyi ember volt. Természetesen légpuskalövés, főzőverseny, foci, itt szeretném megköszönni a Dunaföldvári Polgárőrség aktív támogatását, illetve az, hogy a Dunaföldvári Polgárőr Egyesület által delegált futballcsapat nyerte az első helyet. Szerintem az a 800-900 adag babgulyás, amit megfőztünk a nagyüstbe, az közmegelégedésre az utolsó kanálig elfogyott. Volt, aki kérdezte, hogy szabad-e repetázni. Természetesen ez a nap erről szól. Minden polgárőr kapott egy üdítőt és egy üvegsört. Ennek a költségét saját magunkon spóroltuk meg, tehát nincs sem tisztelet, de semmi nincs füzetve. Én azt gondolom, hogy egy ilyen napot kell azoknak az áldozatkész polgárőrtársainknak megrendezni, illetve hozzátartozói, akik segítenek bennünket. Dr. Túros András, körbejártuk ezt a rendezvényt, és megálltunk a gyerekprogramot előtt. És azt mondja, hogy nézd János, hát ilyet miért nem csinálunk az Országos Polgári Szövetségen? Mert mondom, azt nem én szervezem. Mi szervezzük, és hirtelen összeszámolt 100-120 gyereket, aki a trombonilon, a csúszdán, a festőműhelybe, a kézügyességi versenyekbe, azt mondja, ez egy példaértékű. És Tolna megyében, ha ilyet megrendeznek, lehetne rendezni egy ilyet az országosan is. Én még egyszer azt mondom, hogy szerintem egy nagyon jó sikerült, a föntiekkel is megbeszéltük, hogy nem lesz nagy szél, nem esett az eső, tehát mindenki jól érezhette magát. Sor került kitüntetésre is. Igen, 4 arany polgárőr keresztet, 1 ezüstöt és 1 bronzot osztottunk szét. Most a teljesség igénye nélkül ne kérjetek nevet, illetve 7 olyan polgárőr társunkat vezetői javaslat alapján, akik a gátakon maximálisan részt vettek, azokat ismertük el, és ezután is szeretném nekik megköszönni az aktív munkájukat. Ha forrásokat nézzük, ilyenkor teljesen a saját megyei zsebbe kell nyúlni, vagy összeadják, vagy pályázat hogyan? Ez csontan a megyei költségvetés terhére ment, tehát a polgárőrök munkájukkal, a fizetséget pedig a megyei polgári szövetség gazdálkodja ki. Ez a nagy esemény most lezajlott, az év közepén járunk, mi lesz a legkövetkező nagy rendezvény? Hát itt a Dunaföldváriak előtt a gyereknap, illetve hát augusztus 19-20-a, itt amit meg kell oldanunk a Dunaparton, illetve szeptember 7-ére a Pincesgödörben lesz a gyereknap, amit a mi szervezésünkben is. Remélem akkor is jó idő lesz, és annak a feladatnak is meg kell, hogy feleljünk.
Ezek helyi rendezvények megyei szinten? Megyei szinten oktatások fognak lenni, pont azért, mert az árvíz miatt 200 embert ki kell oktatni védműveken való mietén tevékenységre, és a Duna mellett lévő településeken működő polgári egyesületeknek az embereit kell összefogni, összetartani, illetve az alapszabályok módosításánál még függőbe lévő egyesületeknek a munkáját kell segíteni. Még egy szó erejéig visszatérve erre a megyenapra, voltak vendégek is társszervezetektől, kik voltak ők? Először is nagy tisztelettel dr. Túrós András, az Országos Polgári Szövetség elnöke, Tóth Ferenc a kormányhivatal, Tolnavegyi kormányhivatal vezetője, megyei katasztrófavédelem parancsnoka, minden rendőrkapitányság delegálta magát kapitányi, illetve elnökhelyettesi szinten, társ megyei szervezetek vezetői, Baranya, Fehér és Bács megye polgári egyesület vezetői, illetve megyei elnökök jelentek meg, és nagy létszámban jöttek Somogyból, közel 50-en, és ez szerintem demonstratíve demonstrálja, hogy a megyék egymás mellett jó barátságban vannak, és kölcsönösen segítik, vagy örülnek egymás munkájának. Horváth Zsolt szerint lendületet kaptak német testvérvárosunkkal alakuló gazdasági kapcsolatok. Az elmúlt héten Székely testvérvárosról beszélgettünk, ezen a héten most a német testvérváros került terítékre. Két aspektusból érintjük ezt Horváth Zsolttal, a Dunaföldvár polgármesterével. Az első aspektus, amit korábban abba hagytunk egy szállat, hogy megszervezi Földvár és Weikersheim közösen, hogy Földvárról ki tudjanak menni oda dolgozni. Hogy áll ez a szervezés, sikerült egyáltalán valamit összehozni? Igen, megindult. Egy szakácsra azonnal szükség van. Föl is lett adva a hirdetés. Most azt nem tudom, hogy sikerült egy szakácsot azonnali hatállyal kimenni és munkába állítani, de szükség van rá, és várják is őket. Illetve megérkezett munkaerőként, hogy jövő év március 15-éről alaphangon most 2 darab pincérre is szükség lesz, illetve még azt nem tudják a következő évi szezonhoz, hogy kisegítő, konyhai kisegítő, illetve szállodai kisegítő személyzet tekintetében hány emberre lesz szükség. Ezt is át fogják küldeni, és megkezdjük majd ennek is a szervezését és a jelentkezőknek az összeírását. Itt már az elmúlt a két pincér meg a egy szakács dolgában már a önéletrajzok azok kikerültek Németországba. Én szerintem azok majd várják a visszajelzést ebbe a dologba. Akkor az utolsó megbeszélés óta egy hetes csoportban a német testvérvárosban a gimnáziumból nyelvtanulás címén ott már voltak kint, illetve egy fő, aki felsőfokú nyelvvizsgát szeretett volna tenni, az egy egész hónapos nyelvtanuló kurzuson vett részt, dunaföldvári gyerekről beszélek, az a vizsgái előtt egy hónapos nyelvgyakorlaton vett részt, őnek lett megszervezve a kint léte, illetve az ellátása és az ottani tartózkodása. Próbálunk előrelépni ez a termelői gyümölcsök, zöldségek, füstöltáruknak a kijuttatásába is. Nem is gondoltam volna, hogy azért ettől függetlenül, hogy uniós tagállamok vagyunk, nem olyan könnyű eset ezt megszervezni és elrendezni. Ugye itt a távolság is azért függ, tehát a gyümölcsökbe ugye nem lehet az, hogy most 100 ládával kirohan az ember, hanem itt azért több kell. Bázis kapacitás kell arra, hogy ezt ha kivisszük, akkor hűteni lehessen, illetve azokat a láncokat kell még megkeresni hozzá, akik hajlandóak ezeket a magyar termékeket értékesíteni. Próbáljuk még a kinti partnerrel ezt a zöldség-gyümölcs mellett a füstöltáru, tehát a töltelékáru vagy csonka szalonna ezeket a dolgokat is beindítani. Ennek meg ugye állategészségügyi vonzatai vannak, tehát ez sem olyan egyszerű dolog, hogy fogom, berakom, oda viszem és már is lehet árulni, de ezek is folyamatban vannak. Az idén először 2 darab gyakornoki helyet kaptunk 3-3 hétre, 2 Weikersheim-i cégnél. Én azt gondolom, hogy ez a következő években ezt megpróbáljuk majd szélesíteni. Ez egyrészt ugye az a baj, hogy az egyik cég az ragasztóanyagokkal és csomagolóanyagokkal foglalkozik,
a másik cég pedig kint a Verkeszelmi orgonaépítő cég, aki fogadna gyakornokokat. Én azt kértem a mostani tárgyaláson a kollégától, a Klaustól, a polgármester úrtól, hogy azt nézzék meg, hogy esetleg környékbeli, melyek azok a cégek, akik hajlandóak lennének gyakornokokat fogadni egy hónapra, hogy ez ugye mind a két cégnek elég szűk a profilja, tehát azért egy ragasztóanyagokat, kötőelemeket gyártó cég, meg egy orgonai javító, és nagyon nehéz oda gyakornokot szerezni, hogy valamilyen más profilú cégek is esetleg ott be tudnának szállni a környékből és segítséget nyújtani. Ez abból lenne jó, hogy itt főiskolásokat várnak elsősorban, akik végzősök, német és angol nyelven kommunikálnak, és valahogy az itteni tanulmányaikba ez beleillik. Ugye a ragasztó, illetve itt is a orgonaépítő gyárnál most tulajdonképpen nem szakmai gyakornokot kerestek, hanem igazából ugye itt azt mondom, hogy belefért a közgazdász, vagy a logisztikus, ugye ezek belefértek, de azért mondtam ezt, hogy hát ha szakmailag jobban lehetne szűkíteni, és más palettákat lehetne nyújtani. Úgyhogy idáig jutottunk, illetve azt beszéltük meg, hogy szeptember 13-14-15 lesz az itteni aláírása a 20 éves megerősítésnek, és ennek még a programját beszéltük át kint. Még egy szót erről a vállalkozásos oldalról a két város között, két település között. Egy olyan, hogy földvári bolt Veikeszhelyben, földvári termékek nyílását lehetővé tévő intézkedések, földvári részről, valamilyen vállalkozói részről van erre kapacitás vagy érdeklődés egyáltalán? Igen, egyetlen egy dunaföldvári vállalkozóval beszéltem. Most itt nem mondom a nevét, ő neki vannak már tapasztalatai, Bécsbe is jár, illetve Ausztriába is járnak értékesíteni. Én kértem őt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ez hogyan lehetne logisztikailag felépíteni. Bolthelység az van. Tehát azt megnéztük, azt az önkormányzat tud biztosítani. Nekünk kellene oda biztosítani, ugye egy, hogy milyen profilt szeretnénk áruban ezt feltölteni. Mondjuk azt tudni kell, hogy Verkeszhem igazából az egy április 1-től szeptember közepéig úgymond idézőjelbe nagyon élő város. Ugye ő legfőképpen az észak-déli turisztikai, német turisztikai vonalra van fölfűzve, és akkor van ott igazi nagy pezsgő élet. Tehát ennek a boltnak is igazából akkor ebben az időben lenne Verkeszhemben működő képessége, illetve az ott a környékben meglévő rákapcsolódni valamilyen elosztó vagy szétosztó rendszerekre vagy kisebb boltokra, amelyeket ez fenntartatná a 12 hónapos működést. A vállalkozó részéről azt mondta, hogy ő ezen el fog gondolkodni. Ő rendelkezik azokkal a logisztikai képességekkel, amik ide a kijuttatás, tehát az árunak a kijuttatása a raktározásban, az elosztásban ő ezt képes kezelni. Azt mondta, hogy azért ezt át kell gondolni. Tehát ez nem mehet úgy, hogy ma ezt azt gondoltam, belevágok, tehát ennek fenntarthatónak kell lenni, és a fenntarthatóságát kell ennek nagyon megvizsgálni. Azt mondta, hogy lát benne relációt, nem szabad elvetni, és több dunaföldvári vállalkozóval is fog erről tárgyalni. Nagyon fontos Németországban az, hogy egységes áruval kell megjelenni, szép áruval kell megjelenni, és mindig ugyanazzal a minőséggel. És ott ugye azért németek azért ragaszkodnak mindig egy precizitáshoz, és azt mondta, hogy tehát hogyha az egyszer beindul, és ott elindítjuk, hogy mondjuk kedden és pénteken van áruszállítás, csak mondta példakép, annak azt mondta, ha törik, ha szakad, annak mindig úgy kell, mert a német ember az erre áll be. Tehát ott nem lehet, hogy egyszer hétfőn megyek, majd egyszer szerdán megyek meg, majd valamikor, amikor eszembe jut, hanem annak ott egy nagyon kemény rendszerének kell kiépülni, és akkor lehet ez életképes így egy dunaföldvári bolt. Igen, komoly mennyiségű halat telepítettek a dunaföldvári sporthorgászok. A Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület az anyagi erejét arra is áldozza, hogy telepítéseket hajt végre, a mostani idén hanyadik. Az idei évben ez már a harmadik olyan telepítésünk, amikor méretes fogható halakat telepítünk a Kis-Dunába. Ez pontosan mit jelent, hogy méretes és fogható, milyen fajta, mekkorák?
Hát elsősorban a főhorgászhal az a ponty, a mai nap 10 mázsát telepítettünk belőle. Ebből az idejében már 2 ilyen telepítés megtörtént. Volt némi kis vita a horgászok körében, hiszen azért nyáron is telepítünk, ami a korábbi években nem volt megfigyelhető, és sajnos az idei évben az elhúzódó tél miatt nem tudtak nagyon megnőni a halak. Viszonylag kisebb halakat telepítettünk, amiből nem mindegyik volt meg a kifogható méret, és ezen néhányan egy kicsit problémáztak, de én azt gondolom, hogy az, hogy nyáron behelyeztük ezeket a halakat, és a legjobb időszakban a táplálékot tudták hasznosítani a vízben, ez azt jelenti, hogy gyors növekedésnek indultak, és az őszre már ezek is biztos, hogy méretesek lesznek. A mai nap méretes halakat telepítettünk, de ezen kívül is az idei évben több telepítés volt. A héten is volt már egy ivadéktelepítés, 20 000 darab 5-6 cm-es kispontyot kaptunk a halat előállító társaságtól ajándékba. Vettünk 8 000 darab süllőivadékot, 5 000 darab csukaivadékot, amit a tavaszi időszakban helyeztünk ki, tehát próbáljuk a horgászok számára a halállományt megfelelővé tenni. Elhangzott ez a mértéke, csak hogy 10 mázsa, ez egy kívülálló számára nem sokat mond, egy horgász számára ez mennyi? Hát egy horgász számára, ha azt nézzük, hogy a taglétszám a Kisdunán 280 fő. A 10 mázsában másfeles pontyból körülbelül 6-700 darab, 1-51-60-as pontyból 6-700 darab fér bele, tehát minden horgászunkra jut 3 darab. Most ez nem azt jelenti, hogy mindenki kijön és aznap megfogja a 3 darab pontját, elviszi, hiszen 1-2 nap tilalmat a telepítések után beiktatunk, hogy a halak el tudjanak úszni a vízbe, ne az legyen, hogy szinte mint a halboltba azonnal ki vannak fogva és mennek a bográcsba, hanem egy kis életlehetőséget adjunk neki, és hát a rendszeres telepítés jelenti azt, hogy nem a teljes mennyiséget fogják vissza azonnal, hiszen azért ennyi horgász ki tudná fogni a halat, mint hogyha egy akváriumból kis szákkal kipecáznák, hanem a halak tudnak növekedni, és néhány darab mindig megmarad, ez egy olyan állományt alakít ki, ami a következő években, és talán most is azt gondolom, hogy egy elég szép állománnyal rendelkező horgászvizet eredményez. Praktikusan hogyan néz ki egy ilyen telepítés? Hová kell menni? Mi az, ami elhozza, és hogy kerülnek a vízbe? Mi az Aranypony ZRT Réti Majori telephelyéről, ami itt van Cece mellett 5 kilométerre szoktuk a halat vásárolni. Reggel korán a vezetőség tagjai, vagy hogyha a horgászoknak van kedve, autóba beülünk, elmegyünk, ott megnézzük a halat, fölpakolják teherautóra természetesen, ingyenesen szállítják, és hát itt a vízparton pedig egy csövön vagy egy ponyván be van engedve. Mekkora a túlélési aránya egy ilyen telepítésnek? Pusztulásra gondolsz, akkor nincsen. Az összes hal el szokott úszni. Ha véletlenül sérül szállítás közben, azt kiszokták cserélni, de nem volt az elmúlt 2 évben ilyenre példa. Egyébként a túlélési esélyük elég alacsony, hiszen a Dunaföldvár és környékbeli horgászok nagyon-nagyon profin horgásznak, és kifogják a halakat a vízből. Beszéljünk pár szót erről a rendkívüli időjárásról. Az elmúlt időszakban, hetekben olyan kárnikulát értünk, ami embert próbáló volt, hal próbáló is volt? Szerencsére a halállományt nem veszélyezteti, hiszen a Kisduna nem egy alföldi vagy egy dunántúli tó, ahol 1 méter az átlag mélység, nálunk 5-6-7 méteres vizek is vannak méghozzá elég nagy felületen, ami azt jelenti, hogy oxigénhiány nem tud fellépni, de a Dunaegyházi mezőgazdasági ZRT rendszeresen locsol, és hát azért akár most is látszik a vizünkön, hogy elég sok vizet, körülbelül 60 centi vizet levettek, ez a 13 hektárra vetítve azért komoly mennyiség köbméterben is. De szerencsére a héten megkezdték a víznek a visszapótlását, a Nagy Dunáról szivattyúzzák be, és azt gondolom, hogy nem okoz a horgászok számára problémát. Akinek nagyon melege van, legfeljebb beugrik a vízbe és fürdik egyet. Ha jól értem, akkor ez a kárnikula nem is annyira a víz hőmérsékletét érintette, hanem inkább a vízszint alakulását. A hőmérséklet az ilyenkor nem számít? Felmelegszik, de mivel mély a vízünk, ezért az alsóbb rétegekben nem tud annyira fölmelegedni, hogy ez a halakra káros legyen. Természetesen felléphet oxigénhiány, mint minden más horgászvízen, ezt figyeljük. A gondnokunk is és a horgászmester is figyeli. Ha probléma van, akkor szivattyúkkal, akár a együttműködési megállapodásunk van a helyi tűzoltósággal. Ők is segítenek szivattyúkkal, lehetne az oxigént pótolni a vízben, vagy pedig motorcsónakokkal szokták csinálni a hajnali órákban, felkeverik a vizet, és így oxigén esedik, de itt a mi Kisdunánkon ilyen probléma nem szokott lenni.
Ez volt tehát a harmadik telepítés ebben az esztendőben. Az egyesület hogyan áll azért éves tervel, és mikor lesz a legközelebbi? Most már azt gondolom, hogy jól állunk, hiszen egy két hetes csúszás körülbelül volt a nagy árvíz miatt, de azt gondolom, hogy az árvíznek is elég sokat köszönhetünk, hiszen Makát környékén Ráckevei-Dunahági Horgászszövetségnek a tógazdaságából rengeteg fogható és majdnem fogható méretű ponty megszökött, tehát ez egy természetes halasítás is volt. 30 mázsa pontyot telepítettünk eddig, még két vagy három telepítés lesz az idei év során pontyból, megpróbálunk rablóhalat és békés halat keszek kárászfélét is beszerezni. És végül, hogyan áll ez az év a fogások kapcsán, van valamilyen rendkívüli esemény? Hát én azt gondolom, hogy a fogásokat majd a fogási naplókból januárban tudjuk meg, de gyönyörű halakat, 10 kiló fölötti pontyokat, közel 20 kiló samurt fogtak már a horgászaink, néhány kisebb-nagyobb harcsa is horogra akadt, és hát majd most indul igazán a horgászszezon, július-augusztusban. Kezdődött meg, és majd szeptember-októberben jönnek az igazán nagy halak. A tavaszi időszakban sok halat sikerült fogni, de inkább azoknak a horgászoknak, akik csónakkal rendelkeztek, hiszen a nagy víz miatt a parti helyek nehezebben voltak megközelíthetőek. Az országos médiában elhangzott, hogy több egymástól független vízben, magyar vízben, Dunában, Balatonban és egyéb vízben pirannyát fogtak. Földrajzi tapasztalat van erről? A Kis-Dunában van-e piranya? Hát én még nem hallottam róla. Csodálatos állatvilága van a Kis-Dunának, szerencsére invazív fajok nincsenek közte, viszont vannak hódjaink, kócsagok, barnakánya, ami az országban szinte egyedülálló, aztán bakcsók megjelennek rendszeresen, gólya. Én azt gondolom, hogy olyan állat- és madárvilága van a vízünknek, ami miatt nem véletlenül lett Natura 2000-es terület. Ilyen fajt szerencsére nem fogtak, de állunk elébe, legfeljebb egy jó halsütést tartunk. A hosszú hétvégén Csíkszeredai Rock együttes lépett fel Dunaföldvár színpadán. Az augusztus 20-ai ünnepekhez kötődően, augusztus 18-án Dunaföldváron először lépett fel az erdélyi rollzenekar, Tivadar. Mit kell tudni a zenekarról? Hol a székhelyetek? Mióta zenéltek együtt? Tehát milyen stílusú zenét játszotok? Csíksom jó lábaitó, Csíkszeredából jöttünk. Hát egy kicsit nehéz behatárolni a zenénket, hiszen az égvilágon mindent játszunk, ami az igényes zenéhez tartozik. A reneszánsz zenétől egészen a kodai elvekre alapuló gyerekműsori gondolásoknak, de játszunk progresszív rockzenét, meg versfeldolgozásokat, Adi József Attila műsorunk van, ami hát egy külön kategória, vagy nem is tudom, kategorizálható, hiszen a jazztől a világzenéig minden megtalálható ebben. De játszunk Módvai Csángó népzenét, van egy műsorunk, amelyik elektromos hangszerekkel a magunk módján tolmácsoljuk a Módvai Csángók csodaszép zenét. Játszunk a csíksomjai Ferences szerzetes Kájoni Jánosnak a műveiből, ami ugye közel 4 évszázaddal ezelőtt született. Hát egy ilyen széles repertoárról szem alapos zenei és való irodalmi tájékozottság, háttérműveltség is szükséggel, tehát itt gondolom ez adott a zenekar tagjainál. Igen, az, az igazság, hogyha az ember nyitva tartja a szemét, hát árad minden. Ugye ott vagyunk Moldva mellett, ott van a Gyímesek Kölgye, ott van Csíksomjó, ahol Kájoni János élt, alkotott, és hát Kodály az meg mindig is a szenvedélyünk volt, a versek úgy szintén, tehát mindössze nyitott szemmel kell a világban élni, és mindezt megtaláljuk. Amint tudjuk, hogy Magyarországon nagyon sokszor felléptetek, máshol, külföldi országokban is, fesztiválokon, zenei programokon vettetek részt, merre néhányat említse? Igen, hát most legutóbb novemberben voltunk Németországban és Belgiumban. Februárban Ausztriában az volt az utolsó nyugat-európai turnénk. Rövidesen októberben újból megyünk Ausztriában. De hát minden meghívásnak próbálunk eleget tenni, és ez gyakran szólít akár Európa legtávolabbi csücskeibe. Több lemezfelvételek készült már, és arról is értesültünk, hogy rangokat, címeket, elismeréseket is kaptatok már. Hát igen, jó néhány címmel büszkélkedhetünk már a kezdetekkor, ugye 26 éve alakult a zenekar. Tavaly volt a 25 éves jubileumi koncertünk,
Már a kezdetekkor rengeteg díjat megnyertünk romániai fesztiválokon, szakfesztiválokon, de 3 éve vagy 4 éve talán a Magyar Televízió örömzenevetélkedőjének is a nagy díját sikerült elnyernünk. Pro Urbe díjunk van, Extribri díj, tavaly az év koncertje címet is elnyertük Erdélyben. Tehát díjakban igazából elismerésben nincs hiány. Mondhatni, hogy a zenekar az teljes mértékben a pályája csúcsán van jelen pillanatban. A sokszínűségből következik, hogy a közönségetek is nagyon heterogén lehet, a kisgyerekektől kezdve a jazz, a rock rajongókig, a népzene rajongókig, mindenkit megtalálja a maga zenei világát a programotokban. Igen, próbálunk mindenkinek a kedvébe járni, próbálunk mindig megfelelni, ezért is van olyan rengeteg sok meghívásunk. Hát évi 120-150 koncertünk van. Ugye az Ovi Buliktól az óvodásoknak való zenéléstől egészen a nyugdíjasokig, de hát Böjte Csabával is közel 120-szor jelentünk meg már a különböző rendezvényeken, könyv, CD bemutatókon, vagy akár szentmisén. És civilben a zenekar tagjai mivel foglalkoznak? Civilben is többnyire zenészek vagyunk. Úgy szoktuk mondani, hogy aki egyébben foglalkozik, az inkább hobbiból űzi, hiszen 120 koncert mellett nem sok idő van egyébben foglalkozni. Mind a bevezetőben említettem, először léptek fel Dunaföldváron. Milyen kapcsolatok által kerültetek városunkba? Hát egy különleges esemény hozta össze ezt a, vagy véletlen sorozat hozta össze ezt a dunaföldvári koncertet. Ugyanis a pünkösdi búcsún Csíksomjó, szoktunk zenélni, ugyanakkor Csíkszeredában minden búcsú alkalmából tartunk egy segélykoncertet, ahol találkoztunk Jáki Viktorral, akit ugye Dunaföldváron egy mozgató személyiség, és ő hívott meg bennünket ide. Sárkányhajó csapatvilágbajnokságot nyert Csányi Gergő. A sportműsoraink rangját mindig emeli az a tény, ha egy országos, Európa vagy világbajnokkal készítünk interjút. Ezúttal egy világbajnok áll itt kameránk előtt, mégpedig egy dunaföldvári világbajnok, Csányi Gergő, aki a sárkányhajó műfajban, sportágban nemrég aranyérmet szerzett magyar nemzeti színekben, 11. szegedi sárkányhajó világbajnokságon vettél részt, ha jól tudom. A Gergő, azért kezdjük a kitekintést a sportpályafutásod alakulásával. Azt tudjuk, hogy Dunaföldváron kezdtél elezni, aztán hogy alakult a további pályafutásod? 7 éve Dunaföldváron kezdtem idősebb Szikrán Kalacz bácsival a kenuzást, és sárkányhajóhoz úgy jutottam, hogy 3 éve Laci bácsi felhozta nekünk, hogy el kéne indulni Amsterdamban az Európa-bajnokságon, és ott a Tolnai Sárkányhajó Egyesülettel közösen hoztunk egy csapatot, amivel elindultunk a válogatóversenyen, és azzal jutottunk be a válogatottba, és sikeresen részt vettünk az Amsterdami Európa-bajnokságon. Tavaly pedig már a Tolnai Sárkányhajó Egyesületnél voltam leigazolt versenyző, és velük indultam a Nottinghami Európa-bajnokságon, ahol szintén aranyérmet szereztünk. Tehát ezek szerint van már nemzetközi tapasztalatod, több viadalon részt vettél. Amint értesültünk róla, ugye Tolnán vagy leigazolva, de itt Dunaföldváron veszel részt az edzéseken. Igen, itt Dunaföldváron edzek, mivel kicsit nehézkes lenne minden edzésre leutazni Tolnára. Hát akkor térjünk rá erre a szegedi viadalra, világversenyre. Hogy készültetek rá a nyáron, illetve milyen volt maga a világbajnokság hangulata? Már május végén, június elején válogató versenyeken vettünk részt, O-Trigger válogatón és sárkányhajó válogatón, és a világbajnokság előtt 2 héttel pedig edzőtáborozni voltunk Győrben, egy 5 napos edzőtáboron, ahol jól összeszokott a csapatunk. Válogatottként ezen a szegedi világbajnokságon több futamban, több kategóriában is indultatok, mégpedig az U18-as korosztályban. Melyikben értetek el aranyérmet? Szerdán kezdődtek a versenyek. Szerdán délelőtt az U18-as vegyes csapattal 2000 méteren első helyezést értünk el. Ez volt a legelső futamunk. Délután pedig a
férfi csapattal negyedik helyezést értünk el. Tehát rögtön az első nap meglett a világbajnoki cím? Igen, így van. És folytatódtak a jó eredmények, mert csütörtökön 1000 méteres távon indultunk a férfi csapattal, harmadik helyezést értünk el, pénteken pedig 500 méteren a vegyes csapattal másodikak lettünk, szombaton 200 méteren a vegyes csapattal szintén másodikak, délután a férfi csapattal pedig harmadikak, és vasárnap 500 méteren még a férfi csapattal tudtunk egy harmadik helyezést szerezni. Hát akkor több éremmel tértél haza, mint itt felsoroltad. Milyen a verseny belülről, a rajt, a verseny hangulat, amikor látjátok, hogy néhány méterre előttetek van egy hajó, azt kell megelőzni, vagy valaki nagyon befog titeket, előle kell menekülni. Milyen a hajón a hangulat ilyenkor? Szerintem ez egy nagyon látványos és nagyon jó sport, a sárkányhajó. Koncentrál az egész csapat. Már a felevezéskor, amikor felevezünk a rajthoz, teljes fegyelemben a hajóba, nem szabad megszólalni se, koncentrálunk. Rajtnál pedig az volt most az újdonság, hogy rajtgépet használtunk Szegeden. Ahhoz volt kicsit nehézkes eleinte a beállás, de azt is megszoktuk. És utána nagyon szoros küzdelemben voltunk a végig a kanadai és a kínai csapattal. Mikor éreztétek azt a pálya hanyadik szakaszában, vagy a verseny hanyadik percébe, pillanatában, hogy megvan az aranyérem? Ez a 2000 méteres futam, ez ilyen üldözéses futam, hogy 15 másodpercre ráindítják hajókat, és itt nem lehetett tudni igazából a futam végén sem még, hogy hányadikak lettünk. Annyit tudtunk, hogy az előttünk induló cseh hajót a harmadik kanyarba meg tudtuk előzni, és ez nagyobb erőt adott még, hogy jobban húzzuk a hajót. Tehát ez ösztönzőleg hatott, hiszen éreztétek, hogy bizonyos hajókat megelőztetek, akkor érezni lehetett, hogy már nagyon közel vagytok a dobogóhoz, vagy egyáltalán az aranyéremhez. Igen, a dobogót azt már gondoltuk, hogy megvan, és amikor kiértünk a partra, kicsit megpihentünk, akkor hozták nekünk a hírt, hogy világbajnokok lettünk. Utána való percek hogy teltek? Hát ugráltunk, kiabáltunk, nem bírtuk magunkkal, nagyon boldogok voltunk. Rangos mezőn szem 30 ország vett részt ezen a világversenyen. A magyar válogatott hogy szerepelt? A magyar válogatott ebből a 30 országból azt hiszem 7. helyezést ért el. Kik a favoritok, kik azok a ellenfelek, országok, akik nemzetközi szinten is a legjobbak ebben a sportágban? Az idei világbajnokságon mindenképpen a Kanada válogatottja volt a favorit. 30 aranyérmet szereztek, még mi csak 4-et. Ez az aranyérem azt jelenti, hogy a továbbiakban nyilván a nemzetközi versenyeken azért úgy léptek majd hajóba, illetve úgy fogtok evezni, hogy van rang tekintély mellettetek. Igen, és szeretnénk jövőre részt venni szintén egy világbajnokságon, Olaszországban. Ez egy klubcsapat világbajnokság lesz. Hát gratulálunk ehhez a világbajnoki címhez. Büszkék vagyunk arra, hogy dunaföldvári fiúként érted el ezt a rangos megtiszteltetést, és további sikereket kívánunk a sportpályafutásodhoz. Köszönöm szépen. Ma esti adásunkat bármikor megtekinthetik internetes oldalunkon. A kábeltelevízión péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától ismételjük adásunkat. Új anyaggal egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!